Rocky mennyi labdát fog tudni megtartani Pavlovicsek mellett, akik nyilván kiraknak minden kirakható testrészt, az nekem egy óriási nagy kérdés. Jó reggelit kívánunk Önöknek, a lugosított croissantok, a laktózmentes teljes kávék és a fekete cseresznyés műzlik világából. Ritával becsicsentünk reggelizni, és ha már így elcsíptek bennünket, eme intim reggeli momentum keretei között, hát gyorsan neki is szaladunk a nulladik félidőben a következő fordulónak. A vasárnapot részletezzük majd. Az összes 6 meccset, ami nem a vasárnapi program része, azt meg ledaráljuk. Én mondok egy párosítást, Rita mond egy mondatot, ez a felállás. Oké? Oké. Na, akkor Honvéd Pécs. Hát egy világbajnok vezetőedző, egy magyar bajnok vezetőedző ellen, majd meglátjuk, mi lesz belőle. Kecskemét Nyíregyháza, akkor ez mondjuk az én mondatom Bekő Balázsnak. Azt gondolom, hogy elérkezett az idő az első hazai győzelemre idén. Győr MTK. Győr MTK. Hát mondjuk Pátkainak hogy fog menni az MTK ellen? Megszórja-e a korábbi csapatát? Azért volt már rá példa, hogy jól mennek ki. Paks Debrecen. A Debrecen most tovább ment a kupában, erre rögtön mondta Kondás Elemér, hogy felszálló ágban vannak, és tényleg el tudom képzelni, hogy nekik csak ennyi kellett egy óriási javuláshoz, és bár nem lesz könnyű dolguk Pakson, de én azt hiszem, hogy így, hogy megvan az első győzelmük most hosszú idő után, szerintem lehet, hogy ezt is behúzzák. Puskás, Dunaújváros. Hát egy sikerre jönne a következő Bence és Miklósék, na nagyjából ez lehet a kérdés számukra. És nekem ugyanez a kérdés a Pápa Újpesten, bár az Újpest, ahogyan megnéztük, a legutóbbi 5 vagy 6 győztes derbije utáni meccsén csak egyszer tudott nyerni, tehát ugye nagyon nehéz egy euforikus állapotot fönntartani, de én azt hiszem, hogy olyan jó most az Újpest a játék alapján, ami ennek én nagyon rég nem láttam, de szerintem nyernek. Előbb-utóbb a Vidi majd nem nyer, mert olyan nincs, hogy persze végigverje a világot. Megszívja, lehet, hogy ez most lesz. A meccseket hát szerintem. És ugye a Debrecen elleni találkozó után mondta, hogy na, ez majd komoly értékmérő lesz. Akkor vajon erre a találkozóra mit mond? Ez a következő értékmérő, akkor azt mondom a DVTK-nak. De mi agyalás mehet most Szívisnél, nem? Hogy most nem az van, hogy erőből le kell nyomni hazai pályán valamivel gyengébb vagy azonos képességű csapatot, hanem megy a gógyi, és biztos vagyok benne, hogy agyon variálja. Igen. Vagy? Azt mondja, amit az Újpestnek mondott Vignyevics a derbi előtt, hogy szabadon! Menjetek, gyerekek, szárnyaljatok, mint a galambok! Cserélgessétek helyet! De nem, szerintem azért a videóton nem, ellen ez egy majdhogy nem kínosan agyon szervezett meccs lesz a részükről. Nem mondhatnánk, hogy bomba formában van a Fradi, de a haladásról meg még kevésbé mondhatjuk el ezt. Halmosi nélkül, kieső helyről a Szombathelyiek. Egyébként ez mindig jó meccs szokott lenni, nem emlékszem Szombathelyről is ilyen nagyon izgalmas parázs mérkőzésekre. Hát most ebből, mert igazából tényleg egyik csapat sincs jó lelkiállapotban, jó formában. Például az, hogy mondjuk Rocky, hogy él meg egy olyan védelemben, ahol az Újpest sikerrel mondta azt, hogy nem fogunk ütközni, meg nem, tehát ugye Simonék csak szaladgáltak a Pavlovics és Matheus környékén, most például egy Rocky szintű csatár, aki azért, hogy mondjam, de nem... De egészen nem, más testalkat, mint a Simon Krisztián. Meg nem az a nagyon mozgékony játékos, főleg nem 90 percen keresztül, tehát hogy mondjuk Rocky mennyi labdát fog tudni megtartani Pavlovicsek mellett, akik nyilván kiraknak minden kirakható testrészt, az nekem egy óriási nagy kérdés. Ezt még egyszer nem engedhetik meg maguknak, hogy a Fradi pályán egy fél időn keresztül ne futballozzanak. De hát gyanítok egy olyan forgatókönyvet, amikor a haladás megint csak egy 45 percet talán védekezve kibír, és aztán a Fradi egyet bepréssel, és nem látok gólt a Szombathelyben, ez az igazság. Hát mindezt majd vasárnap este megbeszéljük, mert hogy ezután a két meccs után aztán a harmadik félidő nyilván majd olyan vendéggel, aki valamit felmutatott a fordulóban. Várjuk Önöket!